Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy rövid jóslás. Itt a képen látható egy tündér, és ez a tündér szerencsét hoz neked. Itt lesznek változások, lesz egy jó hír. Ahogy láthatjuk, minden a természetben van, itt kivirágzik valami. Azon kívül ott van a háttérben ez a fa, és ez azt jelenti számodra, hogy oda érkezel, ahova szeretnél, ahol le tudsz gyökerezni. Ez a nyuszi itt a képen utal arra, hogy itt növekszik valami. Az lehet szerencse az anyagiakat illetően, vagy a párkapcsolatban lesz ez a jó hír, és így virágzik ki valami. Ezt közli ez a jóságos tündér. A lepkéknek is van jelentése, hiszen utal a változásokra, a megújulásokra, erre a könnyűségre. Az ősi kultúrában a lepkék, ami lelkünket szimbolizálták, tehát van köztetek egy lelki kapcsolat. Ezen a képen látható ez a ház, és utal a te otthonodra, a környezetedre, a szomszédokra. Ez a ház jelentheti a szülői házat, vagy a rokonokat is. Itt még valami olyan átláthatatlan, hiszen érezhető ez a ködös idő. Valamit tisztázni kellene a környezetedben. Ezen a képen már kitavaszodott valami, az azt jelenti, hogy te rendezed a dolgokat a környezetedben, kitisztul valami. Amit még ez a kép jelent, hogy valami vagy valaki közeledik hozzád. És az lehet számodra egy jó hír, hiszen itt is látható, hogy kivirágzik valami, vagy hamarosan lesz egy látogatás, és ez kellemes számodra. Itt látható ez az ablak, és figyelj oda, nézz ki, mi közeledik hozzád, vagy ki jön hozzád, miről van szó. Ez lesz számodra egy kellemes meglepetés, és ez a kép mutatja a titkokat, hiszen látható, hogy itt szerelemről van szó. Ott van a szív, és a kezedbe veheted ezt a kulcsot, kinyithatod ezt a szívet, és az azt jelenti, hogy a lelki társad közeledik hozzád, nyitott lesz, érzelmekről beszélni, és itt szerelemről van szó. Ennek az ablaknak van egy szimbolikus jelentése is, utalhat internet kontaktusokra is. Ez a kép itt utal változásokra. Ez az út szimbolizálja a te életutadat, és mint ahogy láthatod a képen, eléred ezt a fát. Ennek van gyógyító hatása. Azon kívül jelenti azt, hogy oda érkezel, ahova szeretnél, ahol le tudsz gyökerezni. Ez lehet a hivatásod, ez lehet a párkapcsolat, vagy egy új lakhely. És ennek a balonnak is van egy jelentése, mert szimbolizálja a levegő elemét, a könnyűséget, a kommunikációt is. Azon kívül most megvan arra a lehetőséged, hogy felülről lásd a dolgokat. Akkor is, ha kezdetben még minden átláthatatlan, és olyan viharos az időjárás, ami kihat az életedre, de mint ahogy a képeken láttuk, itt javulnak a dolgok, lesz egy változás, és ez a hajó szimbolizálja a reményt. Ne add fel! Amit ez a kép még mutat,
külföldi kapcsolatok vagy utazások. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!